mindenki ingyenes online képszerkesztő projekt, ezúttal a Bifunky, amit már bemutattam nektek, hogy ingyenes, hát fogjuk rá. Mondjuk úgy, hogy a funkcióinak egy jó része ingyenes, ezúttal pedig egy egyedi elszínezést fogunk használni a képen, illetve a képek sarkaiban elmosott vinnyettálást próbálok majd létrehozni, amihez meg is nyitunk egy fotót itt az open részben, ha ide mész, akkor a saját számítógépedről itt nyithatod meg a képet, legyen ez a fotónk, amin először is ezt az egyedi elszínezést fogom létrehozni. Ezt egyébként rengeteg szoftverben egyetlen egy kattintással, például egy telefonos szoftverben megoldhatjuk, viszont itt saját magunk állíthatjuk és finomíthatjuk az egészet, amihez először is az edit részbe kell menni, lemegyünk egészen addig az eszközig, vagy parancsig, hogy tint. A tint az elszínezés egyébként a képnek a színezete, aminél először is megadhatunk kétféle elszínezési szint. Az egyik most a fehér, tehát fekete-fehér lett a képünk, de én nem ezt szeretném, hanem legyen mondjuk egy ilyen pirosas, inkább rózsaszínes hatás, egy ilyen melegebb szín, és amellé ide a második helyre választunk egy hidegebb, kékesebb szint, szóval lehúzom ide a színi Látjátok, hogy nagyjából miről van szó. Egyelőre ilyen marha erős hatással, tehát azt szeretném, hogy a világosabb részeken ilyen pirosas, rózsaszínes hatású legyen a kép, a sötét részeken pedig kékes. És hogy ez sokkal finomabb legyen, itt az opacity-nél szépen vissza tudjuk húzni tetszésünk szerint. Tehát lehet egészen erős is, és lehet egészen finom is. Hát mondjuk ilyen 25% körülire húzom, és ha úgy érzed, hogy minden oké, okay, akkor megnyomhatod az Apply gombot, de van itt nekünk egy Paint lehetőségünk, egy festési lehetőség, amivel a képen ki tudjuk festeni, hogy csak bizonyos területekre legyen hatása ennek a színváltoztatásnak. Most egyelőre, bár vissza fogunk még térni ehhez a Painthez, egyelőre én a teljes képre szeretném. Úgyhogy oké. Okay. A következő lépésünk, hogy ezt azért finomítsuk egy kicsit, lehet egy másfajta elszínezés, amit a Color Mixerrel érhetünk el. A Color Mixer segítségével itt a vörös, a zöld és a kék színcsatornának az erőssége külön-külön állítható. Úgyhogy tetszésed szerint itt még tovább finomítgathatod a képnek az elszínezését. Sőt, akár meg is változtathatod az előbbit. Tehát lehetünk sokkal zöldesebbek, vagy lilásabbak. Én mondjuk ezt állítom be, és le is okézom itt, is itt van a paintünk, tehát ezt is megteheted, hogy a kép csak egy részén érvényesüljön. De itt is a teljes képre szeretném. Itt egyébként lenne az óra résznél, megnézhetjük, hogy mit csináltunk eddig. Tehát ez volt az eredeti képünk, erre létrehoztuk ezt a két színű elszínezést, és ezt finomítottuk a Color Mixerrel. Ez volt eddig. Nem, szerintem jobb lett. A következő lépésünk pedig az utolsó lesz, említettem még, hogy a sarkokat, illetve a széleket szeretném elmosni, ezzel is egy kicsit a kép közepére, a fő témára, az arcra összpontosítva vagy húzva a nézőnek a figyelmét. Tehát itt egy ilyen elmosást csinálunk, ehhez pedig itt a blur parancsot még mindig az edit részben fogom kiválasztani, és az egész képet tetszésem szerint elmosom, annyira, amennyire a sarkokat szeretném. Tehát ez lehet mondjuk egy ilyen nagyon erős, és lehet egy gyengébb elmosás is, az most ne zavarjon minket, hogy a teljes kép elmosódik, hiszen most vetjük be a péntet. Ha rákattintok a péntre, még mielőtt itt erre a pipára kattintanék, szóval a paint részre kapok egy ecsetet, és meghatározhatom ezzel az ecsettel, hogy a képnek mely területei maradjanak, ugyanilyen elmosottak, és mely területei nem, sőt, egy átmenetet is csinálhatok vele. A brush size vagyis az ecsetemnek a méretét, hát mivel elég nagy a képem, itt a legnagyobbra állítom, ez nem valami túlságosan nagy, a teljes képet véletlenül sem tölti ki, a brush hardness vagyis az elmosottságát, a látságát a széleinek, azt nullára állítom, tehát egy ilyen szép, lágy elmosott szélű ecsetem lesz, és a strength, vagyis az erősségét valami alacsonyabb értékre, ilyen 30-35 környékére állítom. Ha meg akarsz menteni ebből a homályból bizonyos képrészleteket, akkor itt az irézre kattints, vagyis a radírra, és azzal ki tudod törölni azokat a területeket, ahol nem szeretnéd ezt a homályt. Ha viszont fordítva szeretnél dolgozni, akkor érdemes az inverse gombra kattintani, ami megfordítja ezt az egész effektet, vagyis kikapcsolja időlegesen ezt az elmosottságot, és így az ecseteddel nem kiukasztod ezt az elmosást, hanem pont fordítva az elmosást fested rá a képre vagyis azokra a területekre kell festenünk, ahol az elmosást szeretnénk, az előbbit, amit beállítottunk. Ha egyszer végigmegyek az ecsettel, akkor még csak ilyen 36%-os erősséggel fogja elmosni azokat a területeket, amin átfestek. Ez nem túlságosan erős. Ha elengedem az egér és még egyszer végig megyek ezeken a területeken, most már kevesebb területen, akkor még erősebb lesz, és harmadszorra már nagyjából eléri azt az erősebb mosottságát. Hát vagy sokat szorra, úgy látom, hogy ez nem csak három kattintás. Tehát ahol nagyon erősnek akarod ott sokkal többször, kattints és húzd az ecsetet, ahol kevésbé, ott csak egyszer-kétszer menj át, az arcot pedig hagyd lehetőség szerint minél élesebbre. Itt a széleket szépen elmossuk. És hogyha elkészültél, akkor jöhet a pipa, és kész is a képünk. Ez volt az eredeti, aztán egy kétszínű színeltolás, aztán egy kis finomítás a színekben, és a végén pedig a sarkok és a szélek elmosása, szelektíven meghagyva a fő téma élességét. Aki pedig végignézett, annak nagyon szépen köszönöm a türelmét, remélem, hogy tetszett nektek. Ha így van, úgy érzitek, hogy ezt majd valamikor kipróbáljátok, vagy ó, ez pont jól jött, akkor nyomjatok egy lájkot, like illetve ha még eddig nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!